Ma reggel 8 órakor becsengettek, elkezdődött az idei tanév, amely sok változást hozott az iskolák életébe. A legjelentősebb a tiltott tárgyak listája és a mobilkorlátozás. Szeptemberben számos gyalogátkelőhelynél találkozhatnak a közlekedők rendőrökkel. A hatóság munkatársai az iskolakezdés miatt kialakult, megnövekedett forgalomban segítik a diákok biztonságos közlekedését egész hónapban. Az idei tanévtől hivatalosan is organikus nevelési intézményként működik a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola. Az erről szóló oklevelet és táblát vasárnap délután vehette át Papp Zsolt igazgató a Mária kápolnánál rendezett tanévnyitó szentmise keretében. Az országos tiszti főorvos szeptember 5-ig meghosszabbította a hőségriadót az ország egész területére. A mai napon elkezdődött a tanév is, a kánikulában figyelni kell arra, hogy a diákoknak is a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre, ásványanyag és vitaminbevitára van szükségük. Svájci napokat tartanak Helvécián és Kecskeméten szeptember 6-a és 14-e között. Minőség, partnerség, együttműködés, borkóstoló, sajtkészítés és szüreti mulatság köti össze Svájc és Kecskemét hosszú időre visszanyúló testvérvárosi kapcsolatát.